Székely autonómia napja. Székelyföld szerte őrtüzeket gyújtottak vasárnap a Székely autonómia napján, jelezve, a közösség nem mond le az autonómia igényéről. Táncos Barna szenátor szerint régebb a veszélyt jelezték ezek az őrtüzek, ma összetartó erejük van. Bolyai Liceum. A reformáció napján avatták fel ünnepélyesen a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Liceum és a Református Kollégium közös felújított épületét. A kívülbelül megújult évszázados ingatlan a református egyház egyik ikonikus iskolaépülete. Ilosvai Sejmes Péter napok. Ugyancsak a reformáció ünnepére időzítik minden évben a Szilágy megyei Sejmes Ilosva lakói, a falu híres szülöttének, Ilosvai Sejmes Péternek szentelt emléknapokat. Idén új kultúrotthont is avattak. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Őrtüzeket gyújtottak tegnap este Székelyföld több mint 100 településén az autonómia igény újbóli kinyilvánítására. A Sepsiszentgyörgyhöz közeli Pákén több százan gyűltek össze a Székely autonómia napján. Autonómiát Székelyföldnek! Szabadságot a Székely népnek! A madárnak szárnya van is szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége. Ez a Tamás Járon gondolat volt a mottója az idei őrtűzgyújtásnak, amelyet a Székely Nemzeti Tanács hagyományosan október utolsó vasárnapján, Székelyföld autonómiájának napján szervez. A Sepsiszentgyörgyi eseményen felolvasták Szili Katalin Magyarország miniszterelnöki megbízottjának támogató üzenetét és a Székely Nemzeti Tanács kiáltványát is. A dokumentum kiemeli, a területi autonómia a biztonság, a béke és a jólét záloga lehetne Székelyföldön. Úgy Bukarestnek, mint Európának tudomására kell hozzuk, hogy nekünk székelyeknek van igényünk a területi autonómiára. Ezért harcolunk, és köszönet a Székely Nemzeti Tanácsnak, hogy igazán ő 30 éven keresztül teszi a dolgát. Nekünk az a kötelességünk egyszerű polgároknak, hogy támogassuk a Székely Nemzeti Tanácsot. Amit mi kérünk, az nem törvényellenes, nem alkotmányellenes. Mi nem vagyunk másodrangú polgárok, autonómiát kérünk, és ezt el fogjuk érni. Gazda Zoltán, a sepsiszéki székelytanács elnöke beszédében úgy vélte, Hollandia azért nem támogatja a Románia csatlakozását a Schengeni övezethez, mert hiányolja az emberi jogok biztosítását. Székelyföld autonómiájának napján mi is megerősítjük, hogy igenis, nincsen jogállam Romániában, mert ha lenne, akkor az általa vállalt kötelezettségek, aláírt kötelezettségek értelmében már rég biztosítania kellett volna a Székelyföld területi autonómiáját. 2015-ben először világították ki Székelyföld határait, hogy megmutassák, Székelyföld létezik. Azóta minden évben őrtüzek gyújtására szólítják fel október utolsó vasárnapján a Kárpát-medence lakosságát, hogy felhívják a figyelmet Székelyföld autonómiájának igényére. Csíkszéken és több domboldalon hegycsúcson gyúltak őrtüzek október 30-án, Székelyföld autonómiájának napján. Csíkszentkirályon a Kishegyen több százan gyűltek össze a hatalmas őrtűz körül. Meggyújtják a Csíkszentkirály melletti domboldalon felállított őrtüzet. Az eseményre a nagyközség apraja nagyja elzarándokolt. Egy olyan hagyomány, amely annó a bajt jelezte, a veszélyre hívta fel a figyelmet, ma már egy összetartó ereje van ezeknek a lármafa gyújtásoknak, és azt bizonyítják, hogy a székely közösség évszázadok után is fel tudja mutatni azt az értéket, azt a történelmi értéket, amelyre annyira vigyázott. Verssel és a Rezes Banda előadásával, valamint a himnuszokkal köszöntötték Székelyföld autonómiájának napját a csíkszentkirályiak. A késő őszi meleg arra is lehetőséget nyújtott, hogy az emberek a tűz mellett együtt töltsenek el egy kis időt. Felavatták ma délelőtt a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Liceum és a Református Kollégium felújított épületét. A Református Egyház jelképes iskolájának avató ünnepségét a reformáció ünnepéhez igazították. A vártemplomban hálaadó istentisztelettel kezdődött, majd az iskolaudvaron folytatódott a rendezvény. Fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer belehalunk.
Október 31-én a reformáció ünnepén adták át a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium épületét Marosvásárhelyen a 4,5 évig tartó felújítási munkálatokat követően. Az eseményt hálaadó Isten tisztelettel kezdték a várban, majd az iskola udvarán a diákok zenés előadással és versmondással köszöntötték a jelenlévőket, illetve a meghívottak és az iskola igazgatók mondták el ünnepi gondolataikat. Elsősorban hálások vagyunk azért, hogy az iskola, amelyet méltán nevezhetünk Marosvásárhely világító tornyának, 466 éve árasztja a fényt, a tudás, a bölcsesség, a tudományok és ismeretek fényét. Az eseményen jelen volt Kelemen Hunor RMDS elnök is, aki azt kívánta a diákoknak, hogy kételkedjenek, tegyenek fel kérdéseket, és ne fogadják el adottnak azt, amit kaptak. A jövő miatt pedig ne aggódjanak, hanem cselekedjenek. Csak az elmúlt 100 esztendőben volt 3 rendszerváltás, rezsimek jöttek, rezsimek mentek, de a Bolyai Farkas kollégium, a Református kollégium ma itt van, és talán Erdély legmodernebb iskolája. És nem is az a fontos, hogy mennyire modern az iskola, hogy milyenek a falak, hanem az a fontos, hogy mi van a falak között. Mi az a szellemiség, amelyet az iskola a felnövekvő nemzedékeknek tovább tud adni. A jelképes szalagot Kelemen Hunor RMDS elnök, Sós Zoltán polgármester, Hajdú Zoltán igazgató, Potápi Árpád János magyarországgyűlési képviselő és Kató Béla püspök vágták el. Hazugsággal vádolja a Mentsétek meg Romániát szövetség a kormánykoalíciós pártok vezetőit a tervezett nyugdíjemelés kapcsán. Az Uszéré honatjai szerint a bruttó hazai össztermék lehetővé teszi a nyugdíjpont 2000 lejre történő emelését, de ezt véka alá rejti a koalíció. A tervezett nyugdíjemelése kapcsán lassan 3 hónapja vitáznak a nagyobbik koalíciós pártok, a végére pedig úgy tűnik, hogy közös nevezőre jutott a PSD és a PNL, mindkét alakulat támogatja ugyanis a nyugdíjak legkevesebb 10%-kal való emelését. A vitába azonban most az Uszéré is beszállt és hazugsággal vádolta meg a kormánykoalíciós pártok vezetőit. Christian Zeidler, parlamenti képviselő szerint a koalíció vezetői, élen a kormányfővel, véka alá rejtik, hogy még idéntől meg lehetne emelni a nyugdíjpont értékét 2000 lejre. A Románia punctul de pensie nu poate să crească din cauza plafonului de 9,4% din PIB. Azt hazudják, hogy nem emelhető meg a nyugdíjpont értéke Romániában. Magyarázza meg Budai, Csoláku és Csuka, ezek a nagy szónokok, de kevésbé gondolkodó emberek. Vagyis a szegénység koalíciója, hogy miért nem növelik meg 2000 lejre a nyugdíjpont értékét, annak ellenére, hogy a hazai bruttó össztermék alapján megtehetnék ezt. Ennek ellenére csak hazudnak a nyugdíjasoknak, hogy a 9,4%-os kitétel nem teszi ezt lehetővé. Az országos helyreállítási tervben ugyanis az akkori kormány, amelynek az Uszéré is tagja volt, vállalta, hogy 50 évre befagyasztja a nyugdíjakat a bruttó hazai össztermék 9,4%-án. A jelenlegi koalíció most ennek a vállalásnak az újratárgyalásán dolgozik. Zeidler szerint azonban a nyugdíjpont értéke még idéntől növelhető, tekintve, hogy a nyugdíjakra fordított összeg GDP arányosan 7,42%, a speciális nyugdíjakra pedig 0,93%, ami összesen 8,35%, azaz 1%-kal kevesebb, mint a helyreállítási tervbe foglalt 9,4%. Október 27-e és 29-e között zajlott Csíkszeredában a 8. digitális Székelyföld konferencia, az IT Plus Cluster által szervezett esemény a régió meghatározó szakmai fóruma lett. Adatvezérelt turizmus, mesterséges intelligencia a művészetekben, kriptotőzsde, hálózatok, biztonság, felhők és sok más digitalizációval, információs technológiával kapcsolatos témában hallhattak előadásokat a résztvevők a 8. alkalommal szervezett digitális Székelyföld konferencia keretében. Egyrészt a célja az, hogy a helyi szakemberek, illetve a meghívott előadókkal közösen itt megismerkedjünk új technológiai trendekkel, új kezdeményezésekkel, projektekkel, de nagyon sok ilyen érdekes téma, érdekes előadás volt már és lesz még a konferencián, és ugyanakkor az is célja, hogy egy találkozó pontot teremtsen. A konferencia kiemelkedő érdeklődésre számot tartó eseménye a Kifestette, mi festette címmel tartott, mesterséges intelligencia által készített festészeti kiállítás volt. Az érdeklődők betekinthettek az alkotói folyamatba is, feltehették kérdéseiket is, melyek egyike talán éppen az, hogy van-e szükség még festőkre,
ha a gépek képesek ezt is elvégezni. Mindenként szükség van festőkre is. Tehát a mesterséges intelligencia ebben az esetben egy gépi tanulási algoritmus, az úgy tanul meg festeni, hogy nagyon sok képet lát, úgymond, és egy tanulási folyamat után lesz egy olyan modellünk, mint ebben az esetben, ami képes egy adott stílusban, egy adott témággal, vagy bármilyen témággal létrehozni egy alkotást. A rendhagyó tárlat Csíkszereda a központjában a Csíki mozi előtti téren tekinthető meg. Digitalizálásról szóló konferenciát tartottak Bukarestben. A rendezvényen bemutatták, hogy milyen digitalizációs módosításokat eszközöltek a képviselőházban. Digitalizálásról szóló konferenciát tartottak Bukarestben, amely során bemutatták a képviselőházat érintő módosult technológiai, kommunikációs és számítástechnikai változásokról szóló projektet. A projekt tulajdonképpen a képviselőház tevékenységének digitalizálását tűzte ki célul. Ennek keretében könnyebb lesz a dokumentumok kitöltése, kérvények leadása és a lakossággal folytatott kommunikáció is. Az európai támogatásból megvalósult fejlesztések ugyanis egy olyan platformmal egyszerűsítették az ügyintézést, amely könnyebbé teszi a petíciók benyújtását, a nyilvános információkhoz való hozzáférést, az újságírók akkreditációját, a gyakornoki programok megvalósítását, az archívumban lévő dokumentumok másolatainak tárolását és lekérését, de a kérvények benyújtását is. A digitalizálás célja az, hogy magas színvonalú közszolgáltatásokat tudjanak nyújtani technológiai, információs, kommunikációs támogatáson keresztül. A várakozásokkal ellentétben nem szavazta meg a Marosvásárhelyi önkormányzat az új Maroshíd megépítésére vonatkozó tervezetet. A PNL frakció szerint megvannak az anyagi források a beruházásra. Só Zoltán polgármester azonban azzal érvelt, hogy csak is egy technikailag jól előkészített tervet tudnak támogatni, hiszen nagyon fontos az anyagi szempont. A híd építésénél ugyanis nem számíthatnak támogatásra sem a kormányprogramból, sem Európai Uniós forrásokból. Nem szavazták meg az új Maroshíd megépítését a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők. A híd a Marosvásárhelyi Egyesülés negyedet és a Kárpátok sétányát kötné össze, ezáltal csökkentve az aranykakas vendéglő előtti körforgalmon áthaladó járművek számát és a forgalmat. A projekt azonban jelenleg nem megvalósítható. A tervezetet előterjesztő PNL bár politikai ellentétekkel magyarázta a kedvezőtlen szavazatot és tiltakozásul távozott is a tanácsülésről, valójában számos feltételt nem teljesített. Sós Zoltán polgármester sajtótájékoztatóján cáfolta, hogy a híd politikai ellentétek miatt nem épül meg. Elmondta, a javasolt terv jogszabályi indokokból kifolyólag nem volt megvalósítható. Nem készült forgalmi tanulmány, nem becsülték fel a műszaki és gazdasági mutatókat, és a hídra szánt 30 millió lej valójában 89 millió lejt jelent a mai árfolyammal számolva. Nem teljesült továbbá a döntéshozatali átláthatóság feltétele sem, hiszen a projektnek 30 napig közvitán kellett volna lennie. A felsorolt szempontokat a kezdeményezők nem vették figyelembe, és inkább egy politikai színezettel próbáltak előállni, azt a benyomást keltvén, hogy a polgármester vagy a tanács nem támogatná. Kiemelném, hogy minden hídépítés, és ez hídépítés esetében is támogatjuk, és szükségesnek tartjuk ezt a beruházást, de ehhez szükséges egy megfelelő technikai dokumentáció, amivel alá tudjuk támasztani, beleértve a naprakész mobilitási megvalósíthatósági tanulmányt, és figyelembe kell venni a jelenlegi és jövőbeli gazdasági körülményeket is, lévén, hogy ez a híd jelenleg sem kormányprogramokból, sem európai uniós forrásokból nem támogatható. A polgármester egyébként azért sem állhat a hídépítés kapcsán érdekellentétben a PNL-ével, mert már a választási kampányban ígéretet tett arra, hogy mandátumának egyik prioritása lesz az új Maros híd. A PNL Maros megyei elnöke Ciprián Dobré bejelentette, aláírás gyűjtésbe kezdenek az ügy kapcsán. Balneó klimatikus üdülőhelyi státust kapott Borszék és több más település a kormány pénteki határozata alapján. Az új címnek több pozitív hozadéka is van az érintett települések számára. Balneó klimatikus üdülőhelyi státust kapott Borszék a kormány pénteki határozatával. A Hargita megyei település 1953-ban kapta meg a címet, és 2001-ben veszítette el, mivel bezárt a régi kezelőbázis és megszűnt a gyógykezelés. Most a döntés nyomán a város turizmusa és gazdasága is fellendülhet, hiszen az új wellness központban ismét tudnak gyógykezeléseket végezni szervezett formában.
A visszakapott státus továbbá serkenti a jövőbeni beruházásokat is, hiszen több pályázati alap esetében is elsőbséget fognak élvezni. Ezután az emberek az egészségügyi biztosító pénztárra és a nyugdíjpénztáron keresztül újra jöhetnek gyógykezelni, gyógykezelést venni borszékre, de ugyanakkor a város gazdasági fejlődésében is egy jelentős momentum, hiszen úgy országos pénzügyi alapokra, vagy mind uniós pénzalapokra tudunk pályázni, mint önkormányzat, de úgy, mint panziók, tehát turisztika érdekelt cégek is, akik ezeken a településeken folytatnak tevékenységet, hiszen vagy kimondottan ezeknek lesznek pályázati kiírások, vagy pedig a többi pályázatnál is, turisztikai pályázatnál is előnyt fognak élvezni. Hozzátette, Borszék egy ideig helyi érdekeltségű turisztikai város volt, de azóta visszanyerte az országos érdekeltségű üdülőtelepülés címet is. Romániában összesen 29 település minősül balneoklimatikus üdülőhelynek. A székelyföldi üdülőtelepen kívül ezt a titulust most a Báko megyei Mojnest, a Szatmár megyei Tasnád, valamint a Brailai Természeti Park területén található Kiskány kapta meg. Az A8-as autópálya építése több települést is érint a Gyergyói medencében. Ennek kapcsán szerveztek tájékoztatót az érintett terület tulajdonosok számára Ditróban. Az A8-as autópálya építése kapcsán tartottak tájékoztatót Ditróban. A környezetvédelmi engedélyeztetése szükség van az érintett települések polgármestereinek aláírására. Ez alkalomból ismertették a tulajdonosokkal mindazt, amit tudni lehet a kisajátításokról. Az autópálya építése több települést és lakost érint a Gyergyói medencében. Puskás Elemér polgármester hangsúlyozta, igyekeznek védeni a lakosok érdekeit, de a területek kisajátítását megakadályozni nem lehet. A Tatárdombi leszálló, ahogy meg lesz, onnan nekiindul Ditrónak a stráda, és egész közel, tehát a legközelebbi pont a temetőnél, az 70 méter lesz a temető kerítésétől. Ezt szerettük volna, hogy ha egy dombbal arra vitték volna. Sajnos akkora óriási értéket kihoztak az autósztráda ügynökség, hogy mennyibe fog többe kerülni, ha átviszik, hogy mi ezt nem tudjuk vállalni, tehát több százmillió eurót nem tudunk vállalni, azt a pluszköltséget, ami adná, hogyha elviszik a strádát. Fontos tudnivaló az is, hogy a területek tulajdonjogát rendezni kell, ugyanis csak így kaphatják meg a területek árát az érintettek. Jelenleg négyzetméterenként kétlejes árral számolnak, de ez még változhat, ugyanis még évek telhetnek el a kisajátításig. Amennyiben erdős területről van szó, a kivágott fa tulajdonost illeti meg, és a termény is, ha betakarítás ideje lesz a kisajátításkor. Rekordszámú versenyző jelentkezett az Örökségünk Őrei Fogadj Örökbe egy műemléket idei kiadására. Hegedűs Csilla, a verseny kezdeményezője elmondta, legalább kétszer annyi csapat jelezte részvételi szándékát, mint az előző években. Október elején hirdették meg az Örökségünk Őrei Fogadj Örökbe egy műemléket országos verseny idei évadát. Az eddigi évekhez képest nagyot ugrott a jelentkezők száma, az ország 14 megyéjéből összesen 73 csapat jelentkezett. Hegedűs Csilla, a verseny ötletgazdája elmondta, nem kis feladat elé néznek a szervezők, de óriási öröm számára, hogy ilyen sok iskolához eljutott a verseny felhívása. El kell mondanom, hogy nekünk szervezőknek is ez azért egy komoly feladat lesz ennyi csapatot menedzselni, viszont nagyon örvendünk és állunk elébe. Az a jövő év tavaszán lesznek lesz a zsűrizés tulajdonképpen. Megyei, illetve regionális szakaszok is lesznek, hiszen a három régiót külön fogjuk versenyeztetni, Párciumot, Székelyföldöt, illetve Közép-Erdélyt, és majd aztán Szatmáron lesz az országos döntő valamikor májusban. A diákoknak már ki is adták az első feladatot, november 4-éig kell elkészíteniük egy Facebook oldalt, ahova egy rövid bemutatkozó videót kell feltölteniük magukról és a választott műemlékről. A verseny célja, hogy a versenyzők kiválasszanak egy-egy műemléket, felfedezzék és másokkal is megismertessék annak értékeit, különböző kommunikációs eszközök segítségével. A verseny 10 évvel ezelőtt indult a szorványcselekvési terv részeként, ma viszont már erdélyszerte részt vesz rajta az ifjúság. 80 pár futballcipőt adományozott a Székelyföldi Labdarúgó Akadémiának Német Zsolt magyarországgyűlési képviselő. Az adományt az általa képviselt kerület csapata, a budafoki MTL labdarúgó csapata ajánlotta fel.
80 pár gyerekek számára alkalmas futballcipővel érkezett a Csíkszeredai Futballklubhoz Németh Zsolt képviselő. Az adományt a budafoki MTE csapata ajánlotta fel. Nekünk a 22. kerületben Budafokon az utánpótlás képzés egy kiemelt célkitűzésünk. Nem csak a versenysport miatt, hiszen nem mindenkiből lesz első osztályú labdarúgó, akik ezekben az akadémiákban nevelkednek, hanem azért is, mert egyfajta életszemléletet ad a fiatalok számára. A Székelyföldi Labdarúgó Akadémia keretében Erdély szerte több mint 4000 gyermek focizik. 16 városban előképezzük a gyerekeket, és az iskola váltáskor, U14-kor a legtehetségesebb gyerekek kiválasztás után bekerülhetnek ide a Székelyföld Labdarúgó Akadémiára. Tehát egyfajta kiválasztás történik, ahol a krém itt marad, a többiek pedig ehhez hozzásegítik a kollégáikat. Az adománycsomagokat, a cipőket azok a területi gyermekcsapatok fogják használni, ahol a leginkább szükség van a segítségre. Ezeket a saját... Ilosvai Sejmes Péter emléknapokat tartottak a hétvégén a szilágysági Sarmosság községhez tartozó Sejmes Ilosván. A kétnapos rendezvénysorozaton átadták a felújított művelődési házat, és színes programokkal várták az érdeklődőket. A harmadik alkalommal megrendezett ilosvai Sejmes Péter emléknapok hagyományá vált a helyi közösség életében, amely fontosnak tartja megőrizni, éltetni és továbbadni a múlt értékeit. Az egykori világi énekszerző feltehetőleg 1520-ban született a településen, tőle származik Sejmes Ilosva település nevének Sejmes előtagja. Szombat délután népviseletbe öltözött fiatalok zenés, táncos felvonulással hívogatták a helybélieket a kulturális programokra és a művelődési ház avatására. A felújított kultúrotron a jövőben is a közösség javát fogja szolgálni. Elősegít a kulturális élet fellendítését, hogy mindannyian egy aktív és virágzó közösség tagjai lehessünk. A rendezvényen Seres Dénes parlamenti képviselő elmondta, rendezett kultúrotthonokra van szükség, ahol fiataljaink művelhetik mindazt, ami mindannyiunk számára fontos. Hagyományainkat, kultúránkat, amelyek azzá tesznek, amik vagyunk, magyarokká. A helyi lelkész a rendezvény hagyományteremtő szerepét emelte ki. Emléknapok ezek, hiszen imáron harmadik éve ünnepeljük, de ez az első alkalom, hogy kétnapossá avanzsáltuk, kétnapos ünnepséggé bővítettük ki. Egyik nap a kulturális része, másik nap pedig az egyházi része. A szalagvágást követően a helyi és a községi gyermekek, fiatalok kulturális előadását tekinthette meg a zsúfolásig megtelt művelődési házban az ünneplő közönség. Vasárnap Csőri István püspök igehirdetése után Horváth József történelemtanár a reformációról tartott előadást, majd fellépett az Illahi Szilvánia Főgimnázium verséneklő Ladik együttese. Végezetül a megyeprefektusa, a község szülöttje Dari Tamás elmondta, a 21. században az egyház változatlanul a kultúra, a nyelv és az erkölcs legerősebb védőbástyája. Az itt élők számára ilyen védőbástya a Sejmes Ilosvai Református Egyházközség is. Tegnap este élő műsorban zajlott az Erdély Dala magyar nyelvű dalverseny döntője az Erdély Magyar Televízióban. A zsűri döntése, illetve a beérkező nézői szavazatok alapján a marosvásárhelyi Szintaxis zenekar nyerte a fődíjat. Remek hangulatban, közönség előtt, valamint élő közvetítésben zajlott az Erdély Dala magyar nyelvű dalverseny döntője vasárnap este. A hét döntős produkcióját egyenként értékelte a zsűri. Keresztes Ildikó, Bagosi Norbert, Lukács Laci és Dorogi Péter szakemberként hasznos tanácsokkal és építő kritikákkal is ellátták a fiatal tehetségeket, majd pontozták a dalokat. Az élő show végén bejelentették, hogy a zsűri pontozása és a nézői szavazatok alapján a 2019-ben megalakult marosvásárhelyi Szintaxis zenekar Lassú vonatok című dala volt a legjobb. Szeretném érezni, hogy itt van a helyem, és aztán boldogan, boldogan vele. A győztes zenekar turnébuszt, lemezfelvételi és videoklip forgatási lehetőséget is kapott fődíjként. Próbáltam az erdélyiséget valahogy a hitelességében megragadni, hogy, ez, hogy abból kiindulva, hogy milyen vagyok én, milyenek a barátaim, abból, hogy milyenek vagyunk mi, fiatalok. Próbáltunk önazonos dalt írni. Inspirált az, hogy van az Erdély Dala, ezért írtuk az Erdély Dalára ezt a dalt,
de nem különbözik a többi dalunktól. A második helyezett a Csajod nevű zenekar lett, amely videoklip forgatási lehetőséget, illetve hangszervásárlási utalványt kapott. A harmadik helyet és az MKIS ifjúsági szervezetének külön díját pedig a Dreamflow vitte el. Ismét veszített a Sepsió SK, sporttal folytatjuk. Negyedik mérkőzését veszítette el Zsinórban a Sepsiszentgyörgyi Sepsió SK a labdarúgó szuperligában, oly módon, hogy mezőnyben jobb volt az ellenfelénél és számos helyzete volt, így azonban egyre mélyebbre süllyed a tabellán. Hét hatalmas lehetőséget hagyott ki a Sepsiszentgyörgyi Sepsió SK a Krajovai Univerzitátja elleni labdarúgó szuperliga mérkőzésen. Kétszer eltalálta a kapufát, ám gólt nem sikerült rúgnia. Az ellenfél egész meccsen alig közelítette meg Nicuj kapuját, ám Vatazsélu révén így is gólt szerzett és 1-0-ra megnyerte a mérkőzést. Az egészben a legbosszantóbb, hogy már negyedszerre történik Zsinórban ugyanaz, mondta el Hadnagy Attila sportigazgató. Nehéz szituáció, amilyenben van most a csapat, ugye a negyedik mérkőzés, amikor kikapunk. Mondhatom, hogy már én is unom, amikor mondom, hogy minden mérkőzésen jól játszunk, jobbak vagyunk, mint az ellenfél, és sajnos nem használjuk ki a helyzeteinket, az ellenfél pedig egy kaporarugásból gólt lő. A négy vereség miatt a csapat visszaesett a 9. helyre, és nem engedheti meg magának, hogy folytatódjék a páratlan bal szerencse sorozat, mondta Nicuj Roland kapus. Nagyon bízok benne, hogy a Fecsérgyes ellen fog sikerülni begyűjteni 3 pontot, hisz kötelesek vagyunk rá. Ha nem fog sikerülni, már nem beszélhetünk a felső házról, mert a csapatok nagyon el fognak távolodni tőlünk. Az FC Árgyes Pitést elleni mérkőzést szombaton 15 órai kezdettel játsszák. Ez volt a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!